felette játszanak az óvoda udvarán a gyerekek, már az itt található Bautzenland vár is beazonosítja az óvoda jellegét, értékeit. Ez a Wunderland óvoda Szekszárdon, amely 1981. május 5-én nyitotta meg kapuit, és amelynek a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés a kiemelt feladata. Központi fekvésének köszönhetően a város minden részéről jól megközelíthető. Lizuka, was hast du gefunden? Ja, du bist sehr geschickt. Wie ist dieser Mantel? Az óvoda fenntartója 2005 óta a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, és az óvodán kiemelt feladata a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés és a német nemzetiségi hagyományok ápolása. 11 gyermekcsoportunk van, és a 11 gyermekcsoportban 249 gyermek számára biztosítunk nyugodt, kiegyensúlyozott, biztonságos óvodai környezetet. A 249 gyermeknek az óvodai nevelésében 24 pedagógus működik közre. 24 pedagógusból 20 német nemzetiségi óvodapedagógusunk van, akik a német nemzetiségi kétnyelvű nevelést végzik az intézményben. A 11 csoporttal működő óvodában fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő szakemberek segítik a gyermekek esetleges funkciózavarainak, legyen az akár kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési, korrekcióját és kompenzálását. Próbáld meg a kezedet! Szóval, szóval, szóval! Fejlesztő és korrigáló munkát végez továbbá a logopédus is, aki az egyéni foglalkozást is biztosítja azon gyermekek számára, akiknek erre szüksége van. Ezek a tevékenységek nem csak a pedagógiai munkát és az egyéni fejlődést segítik, hanem a szülők mindennapjait is megkönnyítik, hiszen számukra ez nem igényel sem plusz anyagi, sem időbeli ráfordítást. Fakultatív programként kínálunk itt az OVI-ban német nemzetiségi néptáncoktatást, magyar néptáncot. Ezen kívül az UFC edzői tartanak heti két alkalommal foci edzést délutánonként a gyerekek számára, illetve a KSC edzői tartanak heti egy alkalommal kosárlabda foglalkozásokat itt az OVI-ban. Jobb kézzel passzoltatod magad mellett. Lehetőségünk van még a műjégpályát igénybe venni, tehát most is van egy csoportunk, aki rendszeresen, heti rendszerességgel látogatja a műjégpályát, és a gyermekek ismerkednek a jéggel, a korcsolyázásnak a rejtelmeivel. A felsorolt foglalkozások sokszínűsége is jelzi, hogy az óvodán belül minden a gyerekekért van. Képességeiket e kis korban is megfelelően fejleszteni tudják az óvodai nevelés, valamint a fakultatív programok keretein belül. A szórakozás, tánc, zene, szavakkal körülírható magyar és német népi gyerektáncok során a gyerekek megismerkedhetnek örökölt hagyományaikkal, megerősíthetik identitásukat. Benne forog ez a kislány, igen nyalka, hely. A plusz tevékenységek által nem csak a gyerekek fejlődnek és élményekkel gazdagodnak, hanem tapasztalataik megosztása révén a szülők is. Sok mindenkitől hallottunk jót erről az óvodáról. Egy picit féltünk az elején attól, hogy hát német nemzetiségi óvoda, hát hogy akkor csak németül fognak itt majd beszélni a gyerkőccel, de ez azért hamar megváltozott ez a véleményünk, mert ugye igaz, hogy nagy számban beszélnek németül a gyerekekkel, és a gyerekek nagyon sok mindent megtanulnak, ugye a mindennapi viselkedési formáktól kezdve a hétköznapi dolgok fogmosáson át az étkezési szokásokat, illetve az ehhez kapcsolódó német kifejezéseket, de emellett ugye nagyon nagy számban magyar nyelven is tanulnak dolgokat. Ugye ebből otthon mi sokat tapasztalunk, vagy érzékelünk, mert a gyerekek hozzák haza folyamatosan a német kifejezéseket, tehát már nálunk is bekúszik egy kicsit a hétköznapjainkba az, hogy használjuk a német nyelvet. Morgen früh szép, holci, holcú spél, fájászim is el, hoppám is.
Az intézmény pályázati tevékenységére inkább a szakmai jellegű pályázatok írása a jellemző. A szakmai pályázatokat az intézménynek az egyik munkaközössége végzi, amiben a német nemzetiségi tánctalálkozóra, illetve a nemzetiségi konferencia megszervezésére szoktunk pályázatot készíteni. Az óvoda évek óta rendelkezik működő alapítvánnyal, a kuratórium tagok pedig a mindenkori óvodások szülei. Az óvoda számára nagyon fontosak a nemzetközi kapcsolatok, mind az anyagi forrás szempontjából, vagy akár, hogy külföldről érkeznek tanuló diákok, akik besegítenek az óvónők munkájába, illetőleg még hozzátenném, hogy az óvónők is akár a Németországban rövidebb, kisebb tanfolyamokon részt vehetnek, és a tudásukat folyamatosan fejleszthetik. Tetszett számomra a maximális szervezettség, összetettség, illetőleg a kiszámíthatóság az óvodában, ami én úgy gondolom, hogy egy szülő számára az elsődleges szempont is. Amikor kérdezik tőlük, hogy hova járnak, akkor már kiskorúban is, amikor beszélni is tudtak, a Bunderland óvodába járunk, tehát nagyon élvezik ezt a helyet. Az alapítvány támogatása azért rendkívül fontos, mert elsősorban magára az óvodára és az óvodán keresztül a gyermekeinkre fordítják ezeket a pénzösszegeket. Tehát ha kérdezi valaki, hogy nekünk tetszik-e, akkor általában nem kell megerőltetnem magam, hogy pozitív véleményt alkossak az óvodáról.